A 99-es -er cikkei alapján szavaznak a Szentföldi helyzetről az ENSZ-ben. Orbán Viktor és Emmanuel Macron találkozójáról írnak a nemzetközi lapok. Az orosz Lukoil kezébe került a legfontosabbnak tartott iraki olajmező. Ez a hírmix, az Ultrahang Plus hír összefoglalója. Szép napot, hát vagyok. Azonnal kezdünk, de előtte arra kérek mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönjük! A Washington Post szerint Ukrajnában hiány van a katonákból, a behívottak nem akarnak az idézem korrupt és inkompetens kormányért harcolni. Az amerikai újság forrásai szerint az ukrán besorozottak nem akarják kockáztatni az életüket, mivel sok történetet hallottak az ukrán hadsereg elégtelen felkészítéséről és a tisztek korrupciójáról. Szerintük, ismét idézet következik, az egyszerű ukránok harcolnak és halnak meg, míg az ország elítja a luxusban dősöl. A Washington Post cikkében egy ilyen rész is szerepel, ezt is szó szerint fogom idézni. Ukrajna a háború alatt olyan elnyomóvá vált, mint Oroszország. A katonák kétségbeesett keresése miatt a férfiakat szinte az utcákról ragadják el. Még ha lábad sincs, azt mondják, hogy drónokkal azért még repülhetsz. Ezt egy ukrán állampolgár mesélte egyébként a Washington Postnak, aki illegálisan hagyta el az országot. Az amerikai lap szerint sok ukrán állampolgár kétségbeesett módszerekhez folyamodik a behívás elkerülése érdekében, bepréselődnek gépjárművek rejtett részeibe, papoknak vagy nőknek álcázzák magukat, esetleg rokkant rokonaikkal fiktív házasságot kötnek, hogy átjussanak az ellenőrző pontokon. Úgy az ukrán, mint az orosz nyilvánosságban viharos gyorsasággal terjed a Washington Post friss anyaga, merről mind a két médiatérben azt írják, hogy soha nem festett ilyen durva képet egyetlen amerikai sajtóorgánum sem Ukrajnáról, mint most. A német sajtóban, legalábbis a Spiegelben ez még máshogy van. Új cikkük szerint sok ukrán zaluznét látja az új Eisenhowerként. A főparancsnok népszerűsége láthatóan irítséget vált ki, az elnöki hivatalban írják a németek, és hozzáteszik, hogy már utcákat is elneveznek róla. A cikk kapcsán, még az előző ukrán vezetés alatt az EU-ban politikai menedékjogot kapó ukrán újságíró, Anatoly Seri arra emlékeztetett Telegram csatornáján, hogy Zelenszkint már nevezték Churchillnek a nyugati sajtóban, aztán használták, most eldobják, ezért eisenhower a sor. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke egyetlen francia újságnak a Le Point-nak nyilatkozott a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal folytatott találkozója után, és ezen nyilatkozat alapján írnak a francia mellett úgy az amerikai, mint az orosz, vagy az ukrán sajtóban a találkozójukról. A késő esti párizsi megveszélés után a magyar miniszterelnök az interjújában kijelentette, hogy az Európai Unió jelenleg nem képes és nem is kész Ukrajnát felvenni, mert az ország a világ egyik legkorruptabb állama. Illetve, ahogyan a szinte valamennyi külföldi sajtóorgánunkban megjegyzik, nagyon taktikusan a mi európaiak formulát használta, és nem a mi magyarokat, amikor arról beszélt, hogy kik nem hajlandók felvenni Ukránát az EU-ba. Orbán továbbá kifejezte aggodalmait a tagállamokra hároló további költségeket illetően, illetve az ukrán mezőgazdaság az európaira gyakorolt negatív hatásaival kapcsolatban. Az orosz sajtóban valamennyi tévécsatornán és híroldalon a vezető hírek között sokan tényként közölték, hogy Emmanuel Macron francia elnök nem tudta meggyőzni Orbánt, hogy támogassa Ukrajna EU csatlakozását. A moszkowski ez különösen a korrupciót emelte ki Orbán szavai közül, és azt, hogy a magyar miniszterelnök hozzátette, nem kíván hozzájárulni az EU rossz döntéseihez Ukrajnával kapcsolatban. Az amerikai politikó szerint az EU vezetője jövő héten Brüsszelben gyűlnek össze két történelmi döntés meghozatalára Ukrajnával kapcsolatban. Egy terv jóváhagyásáról van szó, hogy megkezdjék a tárgyalásokat Kievvel a 27 tagú blokkhoz való csatlakozásról, és 50 milliárd eurós segély felszabadításáról, természetesen Ukrajna számára. Azonban Orbán Árnyéka rávetül a csúcs találkozóra a politikó szerint, mivel a magyar vezető határozottan ellenezte Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megnyitását Párizsban is. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság novemberben zöld utat adott, majd fenyegette is Magyarországot a vétójog csorbításával és anyagiak terén is. Miután az amerikai lap is sorra vette a magyar miniszterelnök érveit, megjegyzik, hogy ezeket az agályokat annak a Magyarországnak a vezetőitől hallják, amely az EU legkorruptabb állama a Transparency International szerint. Az ukrán sajtóban, például az Odin Plusz Odin TV csatorna hírműsorának, a TSN-nek a hírodalán a hangsúlyt arra helyezték, amely mondat az EU-s pénzügyek ügyén más területeken kész rugalmasságról szól. Az interjúban ugyanis Orbán Viktor azt mondta, és ezt idézik a leggyakrabban az ukrán felületek, hogy amikor dilemmával találkozom, általában három kategóriába sorolom. Történelmi, stratégiai és taktikai. Az ukrán kérdés egy történelmi kérdés, egy nagy léptékű kérdés. A pénzügyi kérdés taktikai. A politikai tapasztalatom megtanított arra, hogy soha ne kapcsoljam össze a technikai kérdéseket, mint amilyen a pénz, a történelmi problémákkal. Ha ezt megteszed, teljes káoszt kockáztatsz. Ezért nem akarok megegyezni az ukrán kérdésben, de más kérdésekben teljesen kész vagyok erre. A lengyel zsicsposzpolit alapnak nyilatkozó Valdemarsk Shipchel lengyel tábornok megjegyezte, hogy Zelenszky ukrán elnök konfliktusainak káros hatása van az ukrán hadseregre. Katonaként úgy gondolja, hogy Zelenszkinek le kellene mondania a hatalomról azért, ahogy zalúcsival bánik. Idézem őt. A vezérkari tisztek közötti konfliktusok szítása, akik a fronton parancsnokolnak, nagyon rossz módja a saját pozíciók megerősítésének. A lengyel sajtó mellett ezt a nyilatkozatot az orosz sajtó is felkapta, és a Washington Post korában már általam említett cikke és a magyar miniszterelnök nyilatkozata mellett ez a harmadik ukránával kapcsolatos külföldi történés amiben tele van most az orosz média tér. Az Izvésztje például arról ír, hogy december 6-án az amerikai haditengerészet nyugalmazott a lezredese, Daniel Davis már megegyezte, hogy Zelenszky elvesztette a bizalmat az ukrán erők kudarcot vallott ellentámadása miatt. Ez a hangulat megfigyelhető az ő saját parancsnokságába vetett hitetlenségében, és abban, hogy képtelen inspirálni a katonáit. Írnak az amerikai Newsweek magazin cikkéről is, amiben arról volt szó, hogy az ukrán elnök mostanában csak kudarcokat szenved el, és nagyon nehéz helyzetben van minden fronton. Gyakorlatilag minden orosz cikkben kapnak egy olyan bekezdést az olvasók, ami arról szól, hogy mindezzel párhuzamosan a nyugati országok elkezdték visszautasítani az ukrán hadseregnek küldeni kíván további katonai segítséget. Elesett a Gázai Harcokban a korábbi izraeli vezérkari főnök fia, adta hírről az I-24 izraeli Hír TV. Gadi Eisenkot a hadosztály parancsnoki pontján élőben figyelte azt a csatát, amelyben a fia elhunyt. Az izraeli sajtóban rengeteg méltatást találni az elesett katonáról és édesapjáról, aki a hírek szerint végignézte a fia halálát. Jó jellemzi napjainkat, hogy ennek az izraeli esetnek a híre Ukrajnában különös fénytörésben látszik. Számos közszereplő, influencer és politikai kommentátor arról posztol a közösségi médiában, hogy az ukrán politikusok és oligarchák fiai a legcsekélyebb veszély nélkül posztolhatnak az Instagramon az extravagáns életükből képeket, Európából és az államokból, miközben Izraelben a vezetők is áldozatokat hoznak. A katari al arról ír, hogy a gázai helyzetről szóló ENSZ szavazás előtt ki hogyan áll a kérdéshez. A 99-es cikke különleges dolog az ENSZ-nél, és ezért önmagában túl az emberi életekre gyakorolt súlyán, történelmi szempontból is érdekes az, hogy mi várható most Nyugatban. Az ENSZ biztonsági tanácsa nem sokára a Gázában zajló háború megvitatása kapcsán ülésezik, mivel a főtitkár Antonio Guterres a 99. cikke különleges intézkedésének felhasználásával sürgette a szervezet legfontosabb testületét, hogy szólítson fel a tűzszünetre. Antonio Guterres felhívása után ez egyesült a mérségek, az Egyesült Arab Emírségek az NSBT 15 tagú testületének egyetlen arab országa, egy azonnali humanitárius tűzszünetet követelő határozat tervezetet nyújtott be. Ezen ENSZ misszió egy nyilatkozatban azt írta, hogy idézem, a helyzet a gázai jövezetben katasztrofális és visszafordíthatatlanul közeli. Nem várhatunk. A tanácsnak határozottan kell fellépni egy humanitárius tűzszünet követelésével. A határozat tervezetet más arab nemzetek és az iszlám együttműködés szervezete is támogatta. Azonban egy határozat elfogadásához az ENSZ biztonsági tanácsának 15 tagjából legalább 9-nek kell támogatnia, és egyik semleges tagja, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság sem vétózhatja meg a határozatot. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag mellett az NSBT 10 nem állandó tagot tartalmaz, amelyeket a közgyűlés választja meg két évente. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vétója nagyon valószínű, de akkor a nemzetközi nyomás nehezedik rájuk, ami az ENSZ életében nagyon ritkának számít. Az Al Jazeera számításai szerint október 7-e óta 17.177 palesztin halt meg Gázában, és legalább 1147 izraeli. További ezrek eltűntek Gáza rommá vált épületeinek törmelékei közt. Három rakét a meg az Egyesült Államok Bagdadi Nagykövetségét az Öt Zónában péntek hajnalban. Erről először az iraki News írt. Az iraki kormányzat és diplomáciai épületeket magában foglaló kerület külső részére estek le a rakécák egy iraki biztonsági tiszteselő állítása szerint. Egy névtelenséget kérő amerikai katonai tisztviselő az AFP-nek azt mondta, hogy az amerikai nagykövetség és az úgynevezett Union 3 bázis közelében történt ez éppen ott, ahol a nemzetközi anti-dzsihadista koalíció csapatai állomásoznak. Ez az első jelentett támadás az Egyesült Államok nagykövetség ellen az iraki fővárosban azóta, hogy az izrael hamas háború október elején elkezdődött, ami regionális feszültségeket és egy szélesebb konfliktus félelmét keltette. Október közepétől kezdve tucatnyira kéte vagy dróntámadás történt az irán barát csoportok részéről, az amerikai vagy koalíciós erők ellen Irak más részein valamint Szíriában. Ehhez tudni kell, hogy Szíria nemzetközileg elismert területén is kialakított katonai vázisokat az Egyesült Államok, értelemszerűen A kormányának felhatalmazása nélkül. A szíriai állami tévé szerint körülbelül 2500 amerikai katona van Irakban, és körülbelül 900 Szíriában, hivatalosan azért, hogy az arab világban Daesh-nek, a nyugati világban iszlám államnak ismert csoport újjáéledését megakadályozzák, ám az arab nyelvű sajtóban rendre megjegyzik, hogy az amerikai katonai bázisok valamiért mindig ott akarják megakadályozni a Daesh visszatérését, ahol az olajmezők vannak. Az EU mostancól jogtechnikai lehetőséget biztosítana a tagállamainak az oroszgáz importjának önálló blokkolására, állítja a Financial Times egy dokumentumra hivatkozva. A javasolt törvénytervezet értelmében minden EU tagállam teljes mértékben korlátozhatja az orosz és fehér orosz szállítók hozzáférését a gázvezetékekhez és az LNG terminálokhoz. Ezzel az Európai Bizottság arra akarja ösztönözni az EU tagállamokat, hogy csökkentsék az oroszgáz importját. Egy illetékes azt mondta a Financial times hogy azért találták ki ezt a megoldást, mert így az orosz gázszállítókkal kötött szerződések felmondására jelentős kompenzáció kifizetése nélkül is lehetőség lenne. Az ötlet azután merült fel az EU döntéshozóiban, hogy az EU tagállamainak meghatározó része soha annyit sem folyósított földgázt nem vásárolt Oroszországtól, mint idén. Spanyolországban például most először lett meghatározó az orosz gázimport. Engedélyezték az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a 2024-es Párizsi nyári olimpiai játékokon, igaz, semleges státuszban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése után az orosz sajtóban ismét megjegyezték, hogy 2022 előtt már hosszú éveken át különböző hivatkozási alapokkal, elsősorban dopingügyek okán ellehetetlenítették az orosz sportolókat, hogy hazájuk zászlajával és himnuszával szerepelhessenek nemzetközi sporteseményeken. A most harmadjára megrendezett Egypt Defense expo n az egyiptomi hadügyminisztérium bemutatta a Rád 200 at az első egyiptomi gyártású többszörös indítású rakétarendszert, adta hírül az egyiptomi Akram Online. A rakéta indító egy 6,3 méter hosszú, 2,8 méter széles és 2,8 méter magas páncélozott platformra van felszerelve. A rendszer üres tömege 12 tonna és 4,7 tonna hasznos tehervírással rendelkezik egy 385 lóerős motorral van felszerelve, amely a rád 200-nak 400 kilométeres hatótávot és maximális sebességként 45 km tud biztosítani. 30 darab 122 mm-es tüzérségi rakétát képes hordozni, 20 rakétát 12 másodperc alatt tudnak kilőni. Ezek az eszközök teljesen Egyiptomban készülnek. A Dumában felvetették, hogy egy referendummal egész Ukrajna területét hozzá kellene csatolni az Orosz Föderációhoz. Jörös a Duma Védelmi Bizottságának helyettes elnöke kijelentette, hogy a megmaradt Ukrajna Oroszországhoz való csatlakozásának kérdését népszavazáson kellene rendezni, hasonlóan ahhoz, ahogy a Krimfélsziget és más új orosz régiók lakói tették. Ezt az állítást Chris Murphy amerikai szenátor megjegyzéseire reagálva tette, Melyek szerint Ukrajna visszakerülhet Oroszország ellenőrzése alá, ha az amerikai törvényhozók nem hagyják jóvá a volt Szovjet köztársaságnak nyújtott további segítséget 2024-re vonatkozóan. Erről az amerikai felvetésről először a Gavarit moszkvá rádióállomás számolt be december 6-án, és azóta sokszor idézik ezt az orosz nyilvánosságban. Sőt,ként szerint sajnálatos, hogy egy amerikai szenátor dönt Ukrajna sorsáról. Szerinte Ukrajnát az Egyesült Államok a teljes összeomlás szélére sodorta, és gyakorlatilag szakadékba lökték, így már nem létezik államként. Hozzátette, hogy Oroszország számára legfontosabb az ott különleges katonai műveletnek hívott esemény céljainak végrehajtása. A BBC szerint Joe Biden fiát azzal vádolják, hogy közel 1,4 millió dollár adót nem fizetett be. A vizsgálat szerint Hunter Biden milliókat költött extravagáns életmódra beleértve a drogokat, eszkort szolgáltatásokat fogalmazunk így, barátnőket, luxusszállodákat, ingatlanok bérlését, drága autókat, ruhákat, ahelyett, hogy fizette volna az adót. Összesen három bűncselekményt és hat közigazgatási vétséget tartalmaz az ellene felhozott vádirat a BBC szerint. Jonathan Fine, az Egyesült Államok elnökének első helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója szerint az USA azt szeretné elérni, hogy 2024 végéig Oroszország Ukrajna feltételei alapján kezdjen tárgyalásokat. Fine szerint Washington célja az, hogy Moszkvát arra kényszerítse, válasszon, vagy tárgyalóasztalhoz ül, vagy szembesül egy erősebb Ukrajnával, amely az Egyesült Államok és Európa erős ipari alapjára támaszkodva képes lesz támadásba lendülni. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus hír összefoglalója pénteken. Ilyenkor jelenik meg az én csatornámon a News is, ahol szatirikus, ironikus humorral szellemesen igyekszem átadni a világban történt nagy képet. Ha kíváncsi rá, akkor a leírásban megtalálhatja ennek linkét. Ha pedig tetszett ez a Hírmix, kérjük ne felejtsen el lájkolni, és amennyiben talált benne erre érdemes hírt, küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmét, viszont hallásra!